Sziasztok! Ez itt a Hitchcock Challenge következő része. Megnézzük a Mester összes filmjét, ma pedig a titkos ügynök jön. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy halott, aki meg se halt. Ő lesz Ashenden, és meg kell ölnie egy német kémet. Mert ez az első világháború, és éppen lövik Londont. Társa is lesz egy mexikói. És egy feleség, aki már várja Svájcban. Igyekszik a hotelszobába, de egy pasit talál bent. Az úgynevezett felesége, meg törölköző mellébegelő, a fickó neve Marvin, és szerencsére Lely. A nő pedig már várja, hogy ölhessen, mert az poén. Közben befut a mexikói, hello. Mikor megtudja, hogy Ashendennek kiutaltak egy nőt, neki meg senkit, idegrohamot kap. Másnap elmennek az informátorhoz egy templomba. A figura viszont már halott, kezében egy leszakított gombbal. Eközben Elsa, a feleség, békésen kocsikázik Marvinnal, ahonnan a kaszinóba mennek, itt íri be őket Ashenden és a mexikói. Felteszik a gombot a hetesre, és nyernek. Így derül ki, hogy egy kutyás fickóról szakadt le. Ő a célszemély. Összehaverkodnak, elmennek hegyet mászni, amíg Elsa a kutyás feleségétől vesz német órát, persze, hogy Marvinnal együtt. Sonntag, a Montag, mi... Ashenden nem bírja a stresszt, lemarad és távcsövön nézi a műveletet. A kutya felsír, és mindenki tudja, mi történt. Bulika van az étteremben, csak Elsa és Ashenden búsulnak. Befut a boldog mexikói, jót tett neki a gyilkolás. Kapnak egy üzenetet, és kiderül, hogy rossz embert nyírtak ki. Az ifjú pár elvonul megdumálni, hogy Ashenden már nem élvezi úgy az emberölést, Elsa meg szerelmes belé, úgyhogy másnap reggel elhatározzák, hogy lelépnek a rákba. De a mexikói ráveszi Ashendent, hogy még egy dolognak nézzenek utána. Don't go. It's all right, I shall on a few minutes. Egy csoki gyárba látogatnak, mert van ott egy áruló, aki segíthet nekik. De a helyi ügynök rájuk hívja a zsarukat, a mexikói szívrohamot játszik, Ashenden meg tűzriadót kapcsol. Káoszban meglépnek, az áruló meg fut utánuk, hogy árulhasson, aztán csak kiköpi, hogy a német kém nem más, mint Marvin. Közben Elsának elege van a várakozásban, és lelép Svájcból. Marvinnal. A vasúton még pont utoléri a férje, újra fellobban a láng, és együtt Marvin után indulnak. Torlódnak az események, a mexikói kést fog Elsára, felszáll egy csomó katona, kint kémeket akasztanak, Marvin lelép Elsával, fegyvert fog rá, aztán spárolnak, aztán vadászgépek támadnak, aztán a mexikói kést fog Marvinra, aztán Elsa pisztolyt tart Ashendenre. Mit számít 1000 katona élete? A lényeg, hogy a lelkiismeretünk tiszta maradjon! Ashenden arra eszmél, hogy megfojthatná Marvin, de nem képes rá. A mexikói leül Marvinhoz, leteszi elé a pisztolyt, Marvin fölveszi, meghúzza a ravaszt, de belehal, és a mexikói is belehal, hogy lelőtték. Győzelem! Győzelem! Éljenek a szövetséges erők és az erkölcsvámszedői, Ashenden és Elsa! Gondolatébresztő. Bármint film egy picit zavaros, ha nagyon akarom, akkor arról szól, hogy szabad-e gyilkolni, hogyha egy ország érdekében is parancsra tesszük azt, és persze legyen vígjáték. Hitchcock szerint a fő hiba, hogy a főszereplő küldetése nem szimpatikus, és nem is akarja megcsinálni, és nem is sikerül neki. Szerintem ennél nagyobb probléma maga a színész, ő John Gielgud. Fapofával nyomja végig Madeline Carroll mellett a legromantikusabb jeleneteket, vagy ez egy filmes csók? Meg a plakáton, ő a főszereplő, és nem mellette áll a nő. Véletlen? Aligha. Hallgassuk meg John Gielgudot, saját magát, hogy mit gondol a filmszínészetről. It's terribly boring film acting. Terribly difficult and terribly boring. And the waste of time is ghastly. Jó, mondjuk tényleg órákon át feküdt a vasdarabok között, és azon aggódott, hogy beére este a színházba a Rómeót játszani. De ami nem ment neki, az az improvizáció. Peter Lorre az összes jelenetet ellopta előle, itt ez a kiakadás, ez teljesen váratlan volt, és utána meg se tudták beszélni, de Peter már a sarokba szipákolt.
Minden felvételben máshogy mozgott, ezért nem lehetett jól összevágni a jeleneteit. Ebből lesznek a kapcsolódási parák. Itt például van még cigi a kezében, hopp, itt meg már nincsen. Valamikor ezt ki lehet javítani, például bevágja Ashenden közeliét Hitchcock, de valamikor nem. Az elején a félkarú ember, mikor leborítja a koporsót, leteleportál a válláról a pokróc. De ilyen a Jurassic Parkban is van, mégse vesztett miatt a nézőt. Akkor van baj, hogyha a forgatás alatt győz a kapcsolódás para, amikor felesleges energia megy el értelmetlen részletekre. Ashenden dumál a főnökkel, kimennek a szobából, de utólag rászinkronizálnak egy mondatot. De kit érdekel, hogy hol a sapka? Itt nincs rajta, ott meg rajta van. Nem kell külön megmagyarázni, az egy nagy kamu, hogy ettől csak természetesebb lesz. Ez film, nem a valóság. Nem azt jelenti, hogy kísérletezni nem lehet. Ezen a ponton a mester megengedhette magának, hogy már elkövet hibákat, még ha le is bukik miatta. Mikor Elsa és Marvin Randiát forgatták, benézett a stúdióba Michel Santeni. Hitchcock mondta, hogy na gyere, próbáljunk egy improvizációt. Kínos lett. Vagy felfoghatjuk egy tűrést tesznek, hogy Madeline Carroll játéka mekkora kilengéseket bír el, 3 nap alatt játszódik a történet, ez alatt 8-szor változtatja meg, hogy éppen Marvinnal vagy Ashendennel kavar. Pofonnal kezd, aztán szerelmet van Ashendennek, de Marvin kezét fogja a kaszinóban, reggel elhatározzák Ashendennel, hogy örökre együtt maradnak, de 2 órával később már megint Marvinnal lép le Görögországba. Én azt mondom, hogy az egész film lehetett volna jobb, hogyha Hitchcock rendesen foglalkozik a színészekkel. De hát tudjuk, hogy ő is csak egy snitnáci. Úgyhogy nézzünk pár bombont. Amit kihagytam a sztoriból, hogy folyamatosan nő a tét. A német ügynökök tudják, hogy az angol ügynökök tudják, hogy a célszemély 2 nap múlva lelép. Ezt végig sifrírozott üzenetekből tudjuk meg, amikre ráúszik a megfejtés. Brilliáns. A leszakadt gomb motivumának is története van. Elsa arról vizionál, hogy 1000 ilyen gomb jelenik meg, mint hogy annyi mindenkiről leszakadhatott az a bizonyos gomb. És ugye mekkora sztori, hogy a pszichóban WC csészét mutattak, hát itt 25 évvel előtte. Nem, hogy WC-t mutatnak, az egész ismerkedés egy fürdőszobában játszódik, és ott van hátul a WC csésze, egy lemezjátszóval. Mondjuk zene nem szól belőle, de akkor nézzük, hogy hol szól az orgona a templomban. Egy hang van kitartva végig a jelenet alatt. Aztán fölmennek a padlásra, megszólal a harang, de olyan hangos, hogy ilyen közelről halljuk csak, hogy mit üvöltenek. És az egész filmet telepakolta ilyen erős atmoszféra hangokkal. Az étteremben az Appenzeller jódli, a gyárban a gépek zaja, a vonaton a katonák éneke, vagy a sínek kattogása, aminek az ütemére mantrázik Elsa. De a legemlékezetesebb pillanat a Daxli, ahogy vonyít együtt a gazdája halálával. Egy csoda, egy csoda. Egy baj van, se most, se a bemutatókor nem lehetett ezeket teljesen élvezni, mert technikailag a hang el volt szúrva. Lehet, hogy a mozigépész bosszúja, ugyanis az első vetítésen orba akarta verni Hitchcockot, mert színes csíkokat festett a vonat szerencsétlenségre, mint hogyha felgyulladna a filmszalag. Az ötletet Eisensteintől vette, akinek a régi és új című filmében a tejszín fakasztásos jeleneten voltak hasonló színes csíkok. Az eredeti ötletből csak ez a pár képkockányi fehérség maradt, de ez annyira jól sikerült, hogy James Cameron is ellopta a Terminátor 2-be. A vonatrobbanás után már csak pár perc a film, de rögtön 3 verziót is csináltak, mert a producerek meg a cenzor vitatkozott rajta, hogy ki kitöljön meg, és mi legyen a film tanulsága. Ki tudja miért, de a rendező kimaradt a vitából. Lehet, hogy ezért lett a legergyább befejezés. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Nincs. Nincs benne. Azt hitték sokáig, hogy ez ő, de aztán fejlődött a tudomány, és kiderült, hogy nem is hasonlít. Úgyhogy aki megjelöli nekem a Hitchcockra leginkább emlékeztető embert a filmen, az kap egy csokit. Én például rászavazok. A titkos ügynök is közkincs, úgyhogy megnézhető a YouTube-on, és most megmutatom azt a snittet, amit a legjobban utálok. Kialakul ez a poliamorikus szerelmi háromszög, és nekem itt halt meg a film. Na mindegy. A kedvenc snittem viszont a fallikus szimbólum. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról. A következő film a Szabotázs lesz, ahol Hitchcock egy még nagyobb hibát követ el, megöl egy gyereket.